Kémléggömböt észleltek az Egyesült Államok északnyugati államában, Montanában. Az eszköz Kanada felől lépett be az ország légterébe. A Pentagon bejelentette, hogy már napok óta követik a léggömb mozgását, ami magasabban repül, mint a kereskedelmi repülőgépek, és nem jelent fenyegetést az emberekre. Az amerikai Védelmi Minisztérium szerint kémléggömb kínai. Kína azt ígérte, kivizsgálja az ügyet, de hozzátették, hogy Peking soha nem sértené meg egyetlen ország légterét vagy területét. Szabad szemmel is jól látható a hatalmas kémballon. Bár az első látásra pont olyan, mintha telihold lenne, a hírcsatornák hamar eloszlatták a kételyeket. Amit Montana állam legnagyobb városa felett észleltek, az egy megfigyelő léggömb. Munkába indultam, és szokásom szerint kinéztem az ablakon, és akkor megláttam. Előbb azt hittem valamilyen csillag, de rájöttem, hogy ez butaság, hiszen nappal van, de aztán jobban megnéztem, és már láttam. Ez olyan nagy, hogy nem lehet csillag, mondja egy férfi, aki felvételeket is készített a kémballonról, hozzátéve a szerkezet legalább fél órán keresztül egyáltalán nem mozgott. Az állam kormányzója, illetve a kongresszus számos képviselője azonnal magyarázatot és cselekvést követelt a washingtoni vezetéstől. Joe Biden amerikai elnököt is tájékoztatták az incidensről, a légvédelem pedig készenlétbe helyezte az F-22-es vadászgépeit arra az esetre, ha a Fehér Ház a kémballon lelövése mellett döntene. A katonai vezetőség azonban arra figyelmeztetett, a megsemmisítés után a szerkezet szétrepülő darabjai a földre esve komoly veszélyt jelentenének. Provokáció vagy hiba, így magyarázta az esetet egy nemzetközi védelmi kutatással foglalkozó elemző. Kínai műholdak folyamatosan figyelik az Egyesült Államokat, úgyhogy számomra nem világos, mi az a többlet, amit ezzel a kémballonnal láthatnak. Az időzítés is szokatlan, hiszen nemrég Biden elnök azt mondta, Washington nyitott minden kommunikációra a kínai kormánnyal. Ennek része az is, hogy Antony Blinken külügyminiszter a napokban Kínába látogat. Ezzel az incidenssel meg lehet nehezítik a tárgyalást a két ország között, azt hiszem, ez egy szerencsétlen provokáció, mondta az elemző. Közben katonai elemzők arra figyelmeztetnek, a gyéren lakott Montana államban több érzékeny terület felett is áthaladt a ballon. Itt található például az Egyesült Államok három nukleáris rakéta silójának egyike. A kínai külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy az ügyet higgadtan és óvatosan kell kezelni, amíg ki nem vizsgálják az esetet. Kína tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, és nincs szándéka megsérteni egyetlen szuverén államnak sem a területét, sem a légterét. A ballon esetében pedig várjuk meg a vizsgálat eredményét, fogalmazott a szóvivő. Közben a kanadai kormány bejelentette, egy második kémléggömböt is észleltek az országban. Azt nem árulták el, kinek a felderítő eszközéről lehet szó. Csupán annyit közöltek, hogy együttműködnek az Egyesült Államokkal, hogy külföldi hírszerzők ne juthassanak érzékeny kanadai információkhoz.